szeretném üdvözölni itt körünkben a következő előadókat. Annyit elárulhatok, hogy ezen az előadáson is szó lesz hullámokról, csak egy kicsit más kontextusban. Ugyanis, Jött el hozzánk Pápai Levente, aki a C3S Elektronikai Fejlesztő Kft.-nek a rádiófrekvenciás mérnöke. Leviről annyit kell tudni, hogy 2011-ben csatlakozott a MASZAT csapatához, és ott a földi állomás fejlesztésében, valamint műholdüzemeltetésben vállalt szerepet. Az egyetem elvégzése után pedig csatlakozott a C3S Kft.-hez, ahol pedig a kommunikációs alrendszer fejlesztésével foglalkozik. Feladatai közé tartozik mind a műholdoldali, mind a földi oldali rádiófrekvenciás interfész méretezése, tervezése és mérése. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel Pápai Leventét! Na hát én is üdvözlök mindenkit ezen a esti, késő délutáni órán itt az űrakadémia klubban. Zsófival egy kicsit redundánsak leszünk, de majd megpróbálom rövidre fogni a közös részt, mert pár mondattal én is készültem, de hát nyilván senki nem rám kíváncsi, amit mondani szeretnék. Először 2009 környékén fogott meg engemet a rádiózás, akkor egy középiskolai barátomnak, osztálytársamnak köszönhetően, mert egy szilveszteri bulin édesapja mutatta meg ezt az egész rádiomatőr tevékenységet, és így ott szerettem bele ebbe, hogy hogyan lehet úgy beszélni a föld másik pontjával, hogy igazából se internet, se telefon, semmi nem szükséges hozzá. Úgyhogy ez nagyjából végig is kísért a középiskolai pályám során. Ezután, amikor mentem az egyetemre, még így az első hét előtt megkerestem a Műegyetemi Rádióklubot, Dudás Levit, mint az akkori klub vezetőjét, vagy hát akit onnan ismertem, és őszintén szólva semmi olyan elképzelésem nem volt, hogy így a MASZAT-hoz fogok csatlakozni. Nekem nem ez volt akkor így a fejemben, mondjuk Bencével ellentétben, aki már gyerekkora óta az űrkutatás iránt érdeklődik, nekem a rádiózás volt ez a vonal, de szerencsére Levi felajánlotta, hogy igazából így most MASZAT-ozás van, és a végében nagyon szívesen látnak, és lehet csatlakozni hozzájuk. Úgyhogy ahogy Zsófi is mondta, így a földi állomás fejlesztésébe tudtam becsatlakozni egy kicsit, így a MASZAT csapathoz, később egy kis üzemeltetésbe. Igen, ott én próbálom meg a mögöttem lévő szobrot leutánozni, csak nem levéllel, hanem antennával. Neki egy kicsit jobban áll. És hát, ha már űrkutatás, akkor viszonylag kevés cég foglalkozik ezzel űrfejlesztéssel Magyarországon. Így akkor a MASZAT csapat, jó sok MASZAT csapat tagáltal alapított C3S Kft.-hez kerültem így az egyetem elvégzése után, illetve félig meddig közben is. Igen, itt éppen egy terepi mérést végzünk Szombathelyen. Két közös van a három képben, hogy mindegyiken én vagyok rajta, és mindegyiknél valami antenna van körülöttem. Úgyhogy ez viszonylag ilyen visszatérő motívum a mai pályafutásomig bezárólag. Na, hát akkor térjünk kicsit rá erre a műholdas irányra. Mi is az, aminek segítségével létre tudunk hozni egy műholdas kommunikációt, milyen eszközök szükségesek hozzá, és mi az, ami viszonylag tényleg sok fejlesztést igényel. Látom, már sokan mosolyogtak itt a kivetített ábra kapcsán. Nem véletlenül találtam ide ezt a három képet, szerintem mindegyik a maga nevében ide vág. Hát műholdas kommunikáció viszonylag adja magát, hogy vezeték nélküli, meg rádiós. Hát ott mégis egy UTP kábel van, hát eléggé hülyén néz neki a műhold, hogyha húzná maga után az UTP kábelt, hát mert az csúnyán feltekeredne a földre. Ez ugye az egyik probléma, ugye lehetne mondani, hogy ha, tehát azért vannak ilyen geoműholdak, amik úgy viszonylag együtt mennek, az mégse tekerné föl, akkor igazából miért nem ezt használjuk. Egy nagyon rövid kis gondolatkísérletre próbálok most invitálni titeket, hogy nagyjából hogyan terjednek a hullámok, és a csillapítás, ami jelentkezik, az miben más mondjuk egy kábel esetében, meg miben mondjuk egy szabadtéri hullám esetében. Szabadtérben szerintem mindenki nagyon jól tudja, ha nem is megyünk el egészen a pointing vektorig, de akár bármilyen forrásról beszélünk, akkor a távolság négyzetével fog csökkenni egy adott jelnek az energiája, a teljesítménye. Ez igaz akár a napra is, minél messzebb megyünk a naptól, akár egy űrszondával, annál nagyobb-nagyobb napelemeket kell rárakni, mert hát annyival kisebb az energiája, illetve meg is válunk egy idő után a napelemektől. Illetve mi van kábelek esetén? Hát ott egy másik mérőszám van, ott a
egységnyi hosszra jutó csillapítást szokták decibelben megadni. Ugye a decibel az egy tízes alapú logaritmikus szám, és mondjuk azt lehet mondani, hogy mondjuk egy ilyen közepes kábelnek olyan 0,1 decibel per kilométer a csillapítása. Na hát én végeztem egy gyors számolást, hogy a szabadtéri csillapítás mondjuk 1000 kilométerre, az még olyan elfogadható távolság ilyen műholdas viszonylatban, 2,4 GHz-en, konkrétan 160 decibelre jött ki, azért az nem kevés csillapítás, tehát hogy úgy nem sok jel marad a végére, hát azt majd valahogy kompenzálgatni kell, majd meglátjuk, hogy hogyan. Na, és akkor nézzük a kábelt, 0,1 decibel per méter, akkor mondjuk 1 kilométeren 100 decibel, 1000 kilométeren pedig 100.000 decibel lesz, ha jól számolom. De felírtam, mert hogy igen, szerencsére ennyi jött ki. Szóval a 160 decibelt kéne a 100.000 decibellel összevetni. Hát a 100.000 decibel, így hogy tízes alapú logaritmikus, hát szerintem úgy eléggé felfoghatatlan nagyságrend, hogy igazából semmilyen nem marad a végére, pedig mennyire jó nekünk a kábel. Szóval ez az egyik problémánk a kábel, amit nem szeretünk. Hát ott a másik a wifi, ami hát igen, nem rossz ilyen földi viszonylatban, de mindenki mondja, hogy már az 5 GHz-es wifi bejött, de hogyha már ugye kimegy a WC-re és éppen ott akarna wifizni, akkor már ugye mindenki panaszkodik, hogy hát becsukja az ajtót, mert általában becsukja, akkor már nincsen jel, hát ez az 5 GHz, ez biztosan nem jó nekünk, ebből a szempontból azt nem lehet messzire használni, megpróbálom kicsit ezt is megcáfolni, illetve egy ilyen mobilos képet tettem be harmadiknak, nyilván mindenkivel megesett, hogy kicsit óvatlanul beszállt a liftbe mobiltelefonálás közben, és becsukódott a liftajtó, és hát megszűnt a kommunikáció. Ott nagyságrendileg arra kell gondolni, akkor éppen 5 watttal próbál az a szerencsétlen telefon a földi állomással, vagy hát a bázis állomással beszélni, ami adott esetben pár száz méterre van tőle, és így is megszakad a kapcsolat. Nyilván ez részben a liftnek a hibája, de kicsit más a mögöttes háttér, ami ezt okozza, nem az 5 wattot lehet hibáztatni. Én nem szívesen telefonálok liftben, mióta ezt tudom, hogy 2 centire az agyamtól valami 5 wattal ad. Tehát, hogy ez egy kicsit nagyobb problémának érzem, mint hogy a sarokban ott van az 5 GHz-es wifi. Na hát akkor nézzük, hogy hogy is épül fel egy ilyen műhold kommunikációs lánc. Ez a legáltalánosabb eset, amikor azt mondjuk, hogy van egy műholdunk, ami kint kering, és van egy hozzátartozó földi állomás. Nyilván ezt lehet perturbálni, hogy műholdak egymással is beszélgethetnek, meg több földi állomással is, meg átjátszóként is üzemelhet egy műhold, de hát nagyjából ezek az alapjai. Látjuk, hogy a space szegmensben van egy valamiféle OBC, egy onboard computer, ami összegyűjti az adatokat, beszélget a különböző kísérletekkel, ami fönt van a műholdon, és ő különböző eljárásokkal összeállítja azt a csomagot, amit mindenképpen leszeretnénk küldeni a Földre. Nagyjából az ő feladata, így közé tartozik mondjuk az ilyen kódolás, tömörítés, titkosítás. Hát miért különböztettem így meg ezeket ennyire? Kódolást így eléggé szétszokás választani. Egyszer beszélhetünk olyan kódolásról, amit már kicsit elspoilereztem, hogy tömörítés, amikor arra törekszünk, hogy minél kevésbé legyen redundáns az az adat, amit leküldünk, mert hogy ha kétszer ugyanaz van rajta, akkor igazából minek küldtük le kétszer. Biztos ti is ismertek egy csomó ilyen tömörítő eljárást, hogy mondjuk nem menjünk tovább ennél a képnél, JPG. Az nagyjából pont ugyanerre törekszik, mondjuk ez pont veszteséges, de hát ennyi baj legyen. Illetve megkülönböztetjük a csatornakódolást, ami meg arra törekszik, hogy hát ott valami bajok szoktak nekünk történni általában a levegőben. Tehát ott olyan furcsaságok vannak, majd mindjárt kitérünk, hogy mik azok a furcsaságok, hogy minél inkább olyan legyen az adat, hogy azt utólag vissza tudjuk állítani. És ott meg pont, hogy növelni szoktuk a leküldött adatnak a mennyiségét, mi okozunk plusz redundanciát, akár duplázzuk meg az adat méretét, hogy mondjuk egy hibajavító kód vagy bármi utólag egy-egy bit hibát, ami úgy besusszant a 2 bit között, vagy 3 bit közé, azt vissza tudjuk állítani. Hát, ezután elérkeztünk ahhoz az uplink-downlinkhez, ugye egy-egy antenna segítségével ezt a vezetett hullámot, sugárzott hullámmal alakítjuk, ugye lefelé irányba downlink, felfelébe uplinket szokás használni, és megérkezünk az legalább annyira fontos földi állomáshoz. Igen, direkt egy kicsit nagyobb parabolát rajzoltam oda, így, hogy érezzük, hogy ott mégiscsak több a lehetőségünk. Ground szegmens oldalon ugye található a GSTS, ami a maga a földi állomás, a tracking station, és ehhez kapcsolódik egy MOC, egy Mission Operation Center,
ahol igazából az adatok feldolgozása, kiértékelése zajlik. Hát most megpróbálok valahogy így az előadás folyamán ezeken a dolgokon végigmenni. Hát nézzük meg, hogy az OBCB-n kevésbé szeretnék belemenni, ez egy jó megépített számítógép, Bence sokkal többet tudna erről beszélni, én inkább a komos részről beszélnék. Nézzük is meg, hogy nagyjából hogyan épül fel általános esetben egy kommunikációs alrendszer. Hát én nagyon szépen csatlakozok egy busznak dedikált valamilyen adatfolyamra, és hát nyilván valamennyi teljesítmény is kell nekem sajnos. Mindig elvárás ugye, hogy legyen 110%-os hatásfokú, meg lenyelhető méretű, meg ilyen egyéb jó kis fizikai paraméterek, de hát sajnos kell azért a tápegység. Megjegyzem, ha kicsit jobban belegondolunk, akkor még egy általános műhold esetén a COM az egyetlen alrendszer, ami tudja hűteni a műholdat. Ez így kicsit furcsán hangzik, de ha arra gondoltok, hogy a nap által kvázi ugyanannyi energia éri a műholdat, hogy abból most csinálunk villanyt, vagy elraktározzuk, vagy hő lesz belőle, ez egy másik kérdés, de lesugározni csak én tudok energiát. Szóval a COM végső soron hűti a műholdat. Na, hát megérkeztünk akkor így ilyen processzor and modem, eléggé nagyképű doboz igazából, abban rengeteg tudomány rejlik, hogy az hogyan épül föl. Nagyjából egy szignálprocesszor, digitál szignálprocesszor, ami igazából a belsejében van, és mivel itt nincsen dedikált hardware kvázi, hogy leraksz egy chipet, amivel te belehányod az adatot, és a végén kijön belőle egy FSK-jel, megjegyzem, mi most pont olyat használunk, de ez egy mellékes szál, itt te állítod elő digitálisan azt a modulációt, azt a jelalakot, azt a sémát, amit te szeretnél sugározni. Ugye ez egyelőre egy digitális jel, ott látjuk alul, hogy egy DAC digitál analóg átalakítóra jut, annak a kimenetét erősítjük, kicsit szűrjük, és hát ezután jön a maga a moduláció, a keverés, ha lehet így mondani, ami hát nemes egyszerűséggel egy szorzó áramkör. Dudás Levi szoktam mindig azt mondani, hogy igazából a rádió az egy EAD-i omega-t-s szorzó, és hát amúgy sajnos tényleg, hogyha leegyszerűsítjük ennyire, tehát egy alapsáv jelet, egy hangfrekvenciás jelet, egy akármilyen képjelet, kvázi felteszünk a kívánt vívő frekvenciára. Legyen az akár VHF, UHF, S-sáv, X-sáv, bármi, egészen addig kvázi, ha azt mondjuk, hogy igazából most akkor ez UHF legyen, vagy VHF, akkor azt mondjuk, hogy hát tök jó, ezt az oszcillátort áthangoljuk, aztán készen vagyunk. Hát igen, mi egy kicsit jobban megisszuk ennek a levét, hogyha a menedzserek így állnak hozzá a áthangolásához, mert egy kicsit azért ez több mindennel jár. De szerencsére végső soron előállt az a jel, amit leszeretnénk sugározni, jó frekvencián van, már meg is van modulálva, hát egy probléma van ugye még, hogy hát nagyon kicsi a jelszintje. Amúgy is az lesz, de hogy egy kicsit még azért próbáljunk rajta tornázni. Így eljutunk a Power Amplifierhez, aminek majd látjuk, hogy több fajtája is lehet. Utána egy jó kis, hát Dudás Levi szokta mondani, hogy low pass filter, remélem ti is jól értettétek a dolgot. Szóval egy megfelelő alulátteresztő szűrővel a nem kívánt harmonikusokat leszűrik a jelből, hogy adott esetben más műholdat történő kommunikációt ne zavarjunk vele, és hát egy TXRX switchet, hogyha átbillentjük lefelé, akkor már ki is tudjuk sugározni az antennával. Úgyhogy nagyjából ez az általános adóág, ahogy ez fölépül. Nyilván itt minden egyes doboz, az sok hónapos fejlesztés és reszelésnek lesz az eredménye, hogy az a megfelelő körülmények között is jól működjön, az antennáról nem is beszélve. És ehhez nagyon hasonló a vevőág is, hogyha megfigyelitek, hát szinte csak a feliratok vannak kicserélve, meg a dobozok átforgatva. Bejön a jelünk, ott egy low noise amplifierrel kezdjük, hát ez viszonylag fontos nekünk, mert ugye az egész rendszerünknek a zaját, az első fokozat határozza meg, tehát oda mindenképpen egy olyan erősítőt kell rakni, aminek nagyon kicsi a zaja és nagyon nagy az erősítése. Ezt eléggé szépen le lehet vezetni matematikailag. Utána van nekünk egy sávszűrőnk, ami hát azért van, mert az a csúnya szorzás, hogyha nem EAD-i omega-t-vel szorzunk, csak egy sima koszinusszal vagy egy sima szinusszal, akkor az addíciós tétel alapján, hogyha a kettőt összeszorzunk, akkor lesz ugye egy koszinuszos jel, ahol a kettő összege van a koszinusznak a hasában, meg lesz egy olyan, ahol a kettőnek a különbsége. Hát és mi csak az egyikre vagyunk kíváncsiak, tehát lehetőleg egy másik adót azt nem kellene ugyanígy, ugyanabba a tartományba bekeverni, úgyhogy ezt ilyenkor kiszokás szűrni. Ugyanúgy, mint adóágba lekeverünk alapsávra,
hogy ne egy 2,4 GHz-es jelet kelljen nagyon gyorsan beádéznunk, hanem a sávszélességnek megfelelően mondjuk csak egy 10 MHz-es jelet. Ott megint csak szűrünk egyet, mert az a szorzás, ugye ez még mindig nagyon cseles nekünk. Van egy változtatható erősítő, ami azért felel, hogy a lehető legjobban kihasználjuk az AD átalakítónak a dinamika tartományát, illetve van egy analóg digitál konverter, amivel ezt az analóg jelet digitális mintákká alakítjuk, és ezáltal utána megint csak az a nagyképű processzor és modem egységgel ebből demodulálni tudjuk, vissza tudjuk állítani, fázizzárt hurkokat rá tudunk húzni, tehát onnantól már így kezdődhet a jelfeldolgozós hűlés, hogy abból visszakapjuk minél jobban a biteket. Említettem ezt a szorzót, meg a modulációt, és hát igen, ez ilyen eléggé nagy terület, hogyha lehet így mondani, hogy mégis mit értek moduláció alatt, milyen modulációk vannak. Én nem készültem sok képlettel, megígérem, ez lesz az egyetlen. És ez se annyira vészes, mint az előbb, tehát hogy Reynolds számhoz azért nem fogható. Ez egy sima, általánosan felírt koszinuszos jel, hát ugye mindenki nagyon szereti a koszinuszos jeleket általában, ami rendelkezik egy valamilyen AT-vel, tehát egy amplitudóval, ami időben változhat. Hát rendelkezik egy két piszer FT-vel, ahol F mondjuk a vivőfrekvencia, amihez úgy nem szeretnénk hozzányúlni, illetve egy ilyen FT-vel a végén, ami meg ugye az éppen aktuális fázisa ennek a jelnek, ami megint csak lehet időfüggő, mert mi olyan ügyesek vagyunk, és ebben nagyon jól bele tudunk nyúlni utólag. Hát érezzük, hogy kettő darab olyan tag van, amivel kicsit tudunk játszani. Ebből az egyik, hogyha az amplitudót kezdjük el buzerálni, ebből lesz az amplitudó moduláció, ami a kvázi a legrégebbi moduláció, rövid hullámon, közép hullámon mindenki imádja ezt használni. Nem éppen a legjobb, de egyszerű. Illetve digitális esetben az amplitudó shift keying, ami ennek megfeleltethető, hogyha ezt így nagyon extrémen csináljuk, akkor remes egyszerűsége van, amit vagy bekapcsolunk, vagy nem kapcsolunk be. Ebből lesz az on-off keying, viszonylag árulkodó a neve is. Ez a legegyszerűbb moduláció, ugyanez a morze. Vagy lenyomod a billentyűt, vagy nem nyomod le, adsz vagy nem adsz. És hát ennek az analógiáján, ahhoz a FT-hez is hozzá tudunk nyúlni, és ebből lesznek a szögmodulációk, ami a hát phase modulation vagy phase shift keying, így feloldva azokat a betűket. És cseles módon én odaírtam az FM-et meg az FSK-t is, ami a frequency modulation és a frequency shift keying, amikor én az előbb azt hazudtam, hogy a szöghöz nyúlunk hozzá, és nem a frekvenciához. Na hol van itt a kutya elásva? Egy jó integrálás mindenre jó. Ha nekiállunk kiintegrálni a szögünket a időtartományban, akkor abból ugyanúgy frekvencia lesz, tehát látszólagosan frekvencia modulációt fogunk létrehozni szögmodulációval. Na hát akkor már mindenhez hozzányúltunk, amihez lehetett, akkor hát miért ne vegyítenénk ezt a kettőt össze? És ebből lesz a kvadratúra amplitudó moduláció, nagyon szép neve van. Amikor egyszerre nyúlunk hozzá a jelnek a fázisához is, meg az amplitudójához is, tehát hogy ahol lehet belérugunk egyet, miért jó ez nekünk? Hát ha több dolgot változtatunk egyszerre, akkor egy úgynevezett szimbólum az több bitnyi információt tud tartalmazni, mert egyszerre van az amplitudójának is információtartalma, meg a fázisának is információtartalma. Amúgy itt ASK-nál is el lehet menni több irányba, vagy az OK az on-off, tehát hogy egyértelműen egy bitet vissza lát, 0-1. De mondjuk az amplitudó shift keyingnél azt lehet mondani, hogy mondjuk a 0-tól a 100%-ig tartományt, azt te felosztod 5 részre, és a 5 az nem jó, 8 részre, és akkor attól függően, hogy mekkora jelet veszel, az már is 3 bitnyi információt tartalmaz, mert hogy 8 részre osztottad a skálát. Ugyanígy a PSK-nál is van sok phase shift keying, mondjuk ilyen MPSK-nak szokás előni, ahol az M egy szám, tehát az általános eset az 2, ez a binary phase shift keying, a BPSK, de miért ne lehetne 4 fázis? Hát csináljunk ilyet. Miért ne lehetne 8, 16, stb. Tehát annak függvényében, hogy hány fajta fázist adunk ki, annak függvényében egyre több bitet tudunk átvinni. Hát ez QAM-nél meg pláne működik, amikor még az amplitudóhoz is hozzányúlunk. Na, már modulálni is tudunk, van egy antennánk, ami lesugározza, de hát mi is fog történni ezzel a szerencsétlen jellel ott a adó és vevő állomás között? Ez egy nem egy egyszerű történet, és hát most jönnek azok a bajok, amikkel igazából minden rádiós küzdeni szokott, amikor
jönnek azok a csúnya dolgok, hogy valamiért mégsem jön össze a kommunikáció. Hát ugye itt tudjuk viszonylag egyszerűen modellezni a csatornánkat, hogy van egy valamilyen adónk, egy P a kimenő teljesítménnyel, van egy G a mint antenna nyeresség, egy R távolságra van egy vevőállomás, ahol ugyanúgy van egy antennánk, meg egy vevőnk, hát és ott van egy ilyen csúnya T a, az sajnos a zaj lesz, ami a Gauss zaj, és Gauss bácsi nagyon megnehezíti az életünket. Ezen kívül, ami még szokott előjönni, az a szakasz csillapítás, ez a legáltalánosabb eset. Ahogy már felvázoltam, ugye négyzetesen csökken a jelnek a teljesítménye a távolsággal. Hát ez nem más, mint a szakasz csillapítás, csak ilyen nagyon szépen lett elnevezve. Ahogy megyünk fölfelé a frekvenciában, úgy kezd mondjuk az esőcseppnek a mérete az egyre inkább összemérhető lenni a hullámhosszal, és hát mennél inkább összemérhető, annál csúnyább dolgokat csinál az vele. Amíg mondjuk 2 méteres a hullámhossz, és ekkora egy esőcsepp, addig nem nagyon szokta zavartatni a hullámot az esőcsepp, de amikor már a hullám is ekkora, akkor ott azért mindenféle ilyen szóródás és csillapítási jelenségek bejönnek. Majd egy idő után a gázoknak a rezonancia frekvenciáját kezdi súrolgatni a jelnek a frekvenciája, ott megint csak ilyen plusz csillapításokkal kell számolni, éppen azért ezeket nem is nagyon szokták használni műhold kommunikáció esetén. Polarizációs veszteség, hogyha mondjuk az adóantennánk ilyen polarizációjú, és a vevő is, addig mindig örülünk, de hogy miért mondjuk a műhold elkezd kicsit elfordulni, hát már is bejön az a veszteség, hogy annyival kevesebb a hullámnak ez a komponense, amit ki tudunk csatolni, ugye nyilván 90 foknál legrosszabb, amikor kvázi nincsen neki olyan teljesítmény összetevő, amit ki tudunk csatolni, sajnos ezzel is számolnunk kell. Elfordulási veszteség, ezért felhívtam egy kedves barátomat, Szombati Csabát, mert nem tudtam rá jó magyar szót, és Csaba van annyira szakmai, tehát a szakmai zsargon aznál annyira jól működik, hogy ő mindent magyarul oktat, nem azért, mert nem tud angolul, szakfordító és a Rode Schwarznak a magyar fordítója, tehát hogy úgy tud angolul, de azt mondta, hogy ha magyar előadást tart, akkor ő magyar szavakat fog használni, és hát segítséget kértem, hogy a pointing loss-ra mondjon már valamit, és hát ez az elfordulási veszteség jutott neki kapásból eszébe. Ez nem más, mint hogy az antennával nem pont a műholdra nézünk, hanem egy kicsit mellé. És akkor már nem is a legnagyobb nyereségű pontjával fordulunk rá, hanem egy kicsit kisebbel, hát ez a veszteség is olyan, amivel számolni kell, majd meglátjuk, hogy miért. Termikus zaj, ekvivalens zajhőmérséklet, ez pedig a földi állomásnak a paramétere. És hát akkor ebből az egészből lesz egy jelünk, jelteljesítményünk és egy zajteljesítményünk, ami ezekből nagyjából számítható. És hát miért fontos ez nekünk? Mert hát ez fog nekünk bithibát okozni. Nagyon szép görbesereg, mindig megkérdezik, hogy jó, és hogyha ennyi a jelzaj viszony, akkor mennyi lesz a bithiba valószínűség? Hát, mint az ábrán lehet látni, attól függ. A vízszintes tengelyen van a jelzaj viszony, ahol a jel energiája a zaj energiájának a hányadosával van viszonyítva, illetve a függőlegesen pedig a BER, mint a bit-error ratio-nak a rövidítése, nyilván ez egy SATS szám. Ugye mondtam, hogy BPSK esetén vagy egyik fázis, vagy másik fázis. Még mondjuk, ha elmegyünk 64 QAM-ig, ami azt jelenti, hogy egy szimbólum 64 állapotot tükröz, az mennyi? Az 6 bitet viszünk át egy szimbólumra. Érezzük, hogy ott azért nagyobb lesz a tévesztési valószínűség. Hát ez itt is látszik. Ha mondjuk leolvassuk a 12-eshez tartozó értéket, akkor az egyik ez a szép kék görbe ott alul, ott mondjuk 10^-8-on lesz a valószínűség, hogy tönkre megy egy bitünk az átvitel folyamán. Míg mondjuk a 256 QM, az meg a legszélső görbe, hát az 10^-1-et se éri még el, tehát nagyjából ott azt lehet mondani, hogy 50% a valószínűsége, hogy tönkre megy vagy nem megy tönkre, tehát ott még egy dekabitet nem fogunk tudni lehozni, hogyha ezt a modulációt használjuk. És itt a különbség, hogy most LTE-ről beszélünk, Wi-Fi-ről beszélünk, stb., hogy nem a frekvenciában kell keresni a megoldást, hanem abban, hogy egy Wi-Fi 10 méterre simán fog neked használni 256 QAM jelet, mert hogy rohadt közel vagy és nagyon nagy a jelzaj viszony, míg műholdnál ezt nem teheted meg, mert messze vagy, és ugyanakkor a jelzaj viszonynál neked sokkal több bitet kell helyesen demodulálnod. Úgyhogy itt ebben van elásva a turpisság, és nem csak a frekvenciában. Akkor ebből már nagyjából sejtjük, hogy mi lesz a földi állomáson, akkor itt is meg lehet nézni, hogy nagyjából hogyan épül fel egy földi állomás.
van egy szép antenna, amihez már forgató is tartozik. Nem egy annyira triviális dolog, mert pont az ilyen pointing loss az itt jön be, hogy mennyire tud odafordulni jól a forgató, és igazából nagyon hasonló a felépítése, mint a műhold oldalinak. Van egy vevőágunk, ami ugyanúgy egy szűrőt tartalmaz, illetve egy kiszajú erősítőt. Ki az, aki észreveszi a különbséget e között a vevő között, és a között, amit az előbb mutattam? Mi volt a másiknál az első blokk? Ha már itt teszem fel a kérdést a kettőből. Igen? Az Elena itt a kék hullámos doboz mögött van. Így van. Így van. Itt a kézzelő erősítőt, az csúnya módon nem az első elemnek raktam be, hanem a másodiknak. Ennek általában ilyen gyakorlati oka van, hogy az űrben viszonylag kevés plusz az éri a műholdat, mert ott azért senki nem nyomogatja a távirányítójával a garázskaput, meg riassza be az autót, tehát hogy oda ezek a hatások kevésbé érvényesek. Viszont a Földön sokkal fontosabb, hogy először kiszűrjünk minden olyan jelet, ami minket zavar, és utána már csak azt erősítsük, amire tényleg szükségünk van. Éppen ezért mondjuk kicsit beáldozzuk, hogy hát szarabb lesz a rendszer zaja, viszont minden mást elnyomunk, amire nem vagyunk kíváncsiak. Egy viszonylag életszerű példát tudok hozni. A Lourdes-ba tervezzük a C3S Kft-vel a földi állomás, és ott is csináltunk zajmérést, és konkrétan 401,5 MHz-en szeretnénk kommunikálni a műholddal, és 400 MHz-en egy 40 decibellel nagyobb zajt termel a 20 méterre lévő LED fal. És akkor elindult a fejvakarás, hogy hát másfél MHz-re vagyunk tőle, mégis mi a túrót csináljunk vele? És hát itt ugyanaz jött elő, hogy sajnos muszáj akkor egy olyan szűrővel kezdeni, ami minél jobban elnyomja azt a szerencsétlen LED-falat, hogy valahogy tudjunk a műholddal kommunikálni. Nyilván a NMHH-nak is lehet szólni, aki jogi úton áll neki megoldani ezt a problémát, mi megpróbáltuk mérnöki oldalon. Itt megint csak nagyképű doboz a Software Defined Radio, ez nagyjából az, amit az előbb is elmondtam. Általában itt szoktak nálunk a gépészek fellélegezni, szerencsére, vagy hát akkor még nem tudják, hogy miről van szó, hogy jaj, de jó, szoftverrádió lesz a műholdon, mert akkor nem kell nekik oda rádiót berakni, tehát hogy nem kell egy plusz doboz beletervezni, hát azt leprogramozzuk. Hát igen, mint látjuk, azért kell hardware a szoftverrádió mellé, tehát hogy szegények mégse tudnak fellélegezni, nyilván hozzá szoktak tenni, hogy miért nem használunk akkor már szoftverantennát is, és akkor azt se kéne a műholdra tenni. Minden sajnos nem lehet megoldani. És van egy master control computer, ami ezt az egész földi állomást vezérli. Hát már beszéltem sávokról, meg frekikről, ahol azt mondtam, hogy mi az, ami mondjuk jellemző egy-egy műhold átvitelre, akár sávban, akár modulációban, ezt próbálom egy kicsit összefoglalni, viszont ez megint hozzá kell tennem, hogy attól függ, mert nagyjából minden létezik, ezek a lehető legáltalánosabb dolgok, amiket megpróbáltam kigyűjteni. Ugye a sávnak az alja ilyen szempontból a VHF-UHF, ugye ez az ilyen nagyjából 130-150 MHz-es tartomány, illetve az UHF a 400-440 MHz-es. Ezt általában kis műholdak, rádióamatőr műholdak szokták használni alacsony föld körüli pályán, és hát 150 kilobit per szekundum, azért ez nem egy ilyen egetrengető adatsebesség. Nem szoktak nagyon feljebb menni, és a már említett FSK-t szokás általában itt használni. Itt egy G betűt is eléje raktam a másiknál, nem azért, mert még volt egy szabad sorom, és ne magányos legyen ott annyira, hanem ez egy úgynevezett gaussi FSK, amikor egy kis szűrést még végzünk a jelen, kicsit még lejjebb nyomjuk azokat az oldal nyelábokat, amiket nem szeretnénk kisugározni. E fölött van az S-sáv, ami ez a nagyjából a Wi-Fi sáv, lehet így mondani, 2-2,5 GHz. Itt már a mélyűri küldetések is használják, majd erre is fogunk példát mondani, föld megfigyelő műholdak, és már komoly megabitekig fel lehet menni, tehát itt már azért normálisabb adatsebességet el tudunk érni. És hát ahogy megyünk fölfelé frekvenciában, X-sáv, K-sáv, amit még ráadásul három frekire is szét lehet bontani, így egyre nagyobb adatsebességeket tudunk elérni. Ez nagyjából igaz is. K-sávban szoktak mondjuk az általános ilyen tévés műsorszóró műholdak üzemelni, X-sávban meg ugyanúgy mélyűri föld megfigyelő műholdak, és hát látjuk, hogy kicsit feltűnik, hogy egyre bonyolódnak is ott a modulációk, hát akkor már megpróbálunk minél többet kihozni belőle, de ez megint csak attól függ, hogy egy geostacionáris műholdról beszélünk, vagy egy alacsony föld körüli pályán keringő műholdról. Az antennákat eddig nagyon szépen
elsunyogtam, hogy ilyenek is van a műholdon, hát akkor egy kicsit ezeket is bemutatnám. Milyen antennákat szokás használni? Hát alacsonyabb frekvenciákra dipol, monopol, például egy Easy-nek a antennája látható, ők csinálják ilyen antennákat. Rengetegféle kivitel létezik, kicsit följebb megyünk mondjuk S és X sávra, akkor úgynevezett patch antennákat tudunk ugyanúgy használni. De hogyha kicsit ügyesebbek vagyunk, már pedig a NASA-nál azért vannak ügyes emberek gépészeti oldalon is, akkor akár egy 6 unitos ekkora műholdból is lehet parabolát nyitni, mert hát miért ne csinálnánk, tehát ez se egy rossz megoldás. Ugyancsak egy másik érdekesség talán, hogy hát nem is biztos, hogy a parabola nekünk a legjobb, mert ez mégiscsak macerás, meg sok helyet foglal. Hát mi lenne, hogyha egy parabolát kiraknánk Fresnel reflektív felületből, tehát ahogy egy Fresnel lencse felépül, az a felület, ami ott található, az pontosan ugyanúgy viselkedik. Ugye látszik a mintázatán, hogy valamiféle ilyen lencseszerű dolgot akarnak csinálni, hát ezt rakják ki, csak a parabolát egy síkon. Ez nem egy rossz megoldás, meg hogy így össze lehet csukni, és igazából nagyon kis helyen elfér. És egy, hogyha megint csak följebb megyünk teljesítményben, meg méretben, mondjuk egy műsorszóró műholdra, hát mondjuk ezen van vagy 8 antennai kapásból, hogyha azt a középső nagy tömböt egy antennának vehetjük, de mondjuk ez egy fázis vezérelt antenna, aminek az a tulajdonsága, hogy ahhoz, hogy arra felé sugározzunk, nem kell arra felé fordulnunk, hanem szoftveresen, hardveresen meg tudjuk oldani ezt, hogy arra felé sugározzál, öcsi. És hát hoztam pár műholdat így bemutatónak. Szerintem, hogy ha már műholdas kommunikációról van szó, akkor talán eléggé elengedhetetlen, hogy ne a Sputnik 1-jel kezdjem ezt az egész bemutatót. 1957-ben állt ugye pályára, és hát eléggé buta jószág a mostaninak nevezhető szinten, hogy mégis mit csinált. Ő 20 és 40 MHz-en sugárzott, tehát látjuk, hogy jóval alacsonyabb frekvencián, mint amivel most számolunk. Adat az minimális volt, amit gyűjtött, konkrétan hőmérsékletet gyűjtött, de ott is csak azt nézte, hogy a 0-50 fokba benne van-e, vagy nem. Illetve a nyomást mérte. Igen, kicsit hülyén hangzik, minek az űrben nyomást mérni. Ez úgy volt összerakva, hogy teljesen hermetikusan volt zárva, és belül hát majdnem földi légköri nyomás és nitrogén volt. És éppen ezért, ami ugyanúgy hülyén hangzik, volt benne ventilátor. Tehát, hogy azért azt így egy mai műholdnál, ahol nem így van megtervezve az egész, eléggé elképzelhetetlen. És annyi volt a modulációja, hogy 0,3 szekundumot adott 40 MHz-en, 0,3 szekundumot adott 20 MHz-en, ezt így felváltva csinálta. És hogyha a hőmérséklet az kiment a várt értékből, akkor ezt megváltoztatta 0,2-0,4-re. Tehát, hogy így ennyi volt az az információ, amit ő hordozott igazából, és amit ő így mindenáron le akart sugározni. 1 watt kimenő teljesítménnyel dolgozott, hát az elsőre nem egy egetrengető. Volt ma már szó a következő műholdról, szerintem ez megint csak egy rádiós érdekesség, ami nem más, mint a Voyager 1. És persze a kettő is, nem akarom szegénytől elvenni itt a dicsőséget, de hát mégiscsak ő volt előbb, így a nevéből is adódik. Ez már egy kicsit masszívabb jószág, több mint 700 kg tömeggel rendelkezik. Látjuk, hogy azért erre már egy 3,6 méteres antennát is rá tudtak rakni, tehát hogy azért itt már tudtak okosságokat csinálni. 470 wattos generátora van neki, úgy ott annak a antenna alatt lelógó valaminek a végén. Ez egy ilyen kis sugárforrás RTG-t használ, ami ugye bomlik, úgyhogy a 470 watt az ma már csak 249. Hát úgy elbomlott az a szerencsétlen anyag, úgyhogy a szegény nem tud ezzel mit csinálni. Ő két sávon is dolgozik, X sávon és S sávon, ugye amit itt az előbb felmerültek, hogy mélyűri küldetésekre is igencsak használják, és a nagy adatmennyiséget azt ő X-sávon sugározza le, mert ott mégiscsak egy kicsit fürgébb, ami meg nem olyan nagyon nagy, azt S-sávon. Ugye ami még érdekes, hogy nagyjából 22 milliárd kilométerre jár tőlünk, viszonylag nagy a szakasz csillapítás, ezt én kiszámoltam, ez S-sávon 307 decibel. Az rengeteg. Az borzasztó. Nagyon rossz szám sajnos. X-sávon meg még rosszabb, ott meg 318 decibel. Hát ennek megfelelően az adatsebesség az S-sávon
16 bit per szekundum, és X-sávon már felmerészkedik 160-ig is. Úgyhogy nagyjából ez az, amivel most számolni kell egy ilyen küldetésnél, és 20 óra az az út, amíg a rádió hullám attól ideér. Úgyhogy ezek már egy kicsit más dimenziók. És ugye az előbb mutattam, hogy nagyjából hogyan épül fel egy műhold oldali kommunikáció. Hát mi sem mutatja jobban, hogy ez mennyire egyszerű dolog, mint a Voyager-nek a blokkvázlata. Ez még ugyanúgy csak egy blokkvázlat, de hát látjuk, hogy ebben azért volt mérnöki megfontolás. Nem szeretném nagyon végigmagyarázni dobozról dobozra, ez egy külön előadást megérne, de erre most szerintem nincsen időse. Nagyjából ami látszik, hogy van neki egy S-sávú része, meg egy X-sávú része, X-sávon ő csak ad, S-sávon ad-vesz. Van neki egy nagyon pontos oszcillátor, hogy az mégiscsak jól tartsa a kívánt frekvenciát. És azt látjuk, hogy mindenből kettő van, redundancia. Itt ugyanúgy kettő végfokozat van X-sávon, ez TVT-vel van jelölve, mint Traveling Wave Tube. Ez egy haladó hullámú cső, ez egy nagyon bevált technika volt abban az időben. Ugyanúgy két darab modulátor tartalmaz, és S-sávon is ugyanúgy van kettő darab végfok. Ott már egy kicsit merészebbek voltak, mert az egyik haladó hullám, a másik pedig tranzisztoros, tehát hogy ott már cseleztek egy kicsit, hogy mégis mit tud, és tényleg egy ilyen teljes redundáns rendszert próbálnak létrehozni. Sikerült is neki, mint úgy elég jó bizonyítja a misszió, hogy megéri tartalékolni, egy csomóból már amúgy váltottak a rendszert. És a harmadik műhold, van-e valakinek tippje? Nem lesz nehéz kitalálni. Így van, a Maszat 1. Természetesen mi sem lehetne a bemutatandó műholdak közül alkalmasabb rá. Ugye első magyar műhold 2012-ben startolt, 10x10x10 cm-es, és hát majdnem 1 kg tömeggel rendelkezik. Beszéltünk ugye az antennákról, hát igen, ott nem soroltam fel a mérőszalagot, de hát ebből is lehet ugye antennát csinálni, mint ahogy az a képen is látszik, ez egy monopól antenna, és nagyjából ez az, ami felelős azért, hogy kisugározzuk a hullámokat. Nagyságrendileg, hogy így belegondoljunk egy kicsit, a kimenő teljesítménye az 100, illetve 400 milliwatt volt. Na most a 0,4 watt, hát az előbb mondtam a mobilos példát, hogy az mondjuk 5 wattnál se biztos, hogy tudsz kommunikálni a toronnyal. Itt még 400 milliwattal kell olyan 2000 kilométerre kommunikálni, mondjuk horizonton eléggé messze van. Szóval megint csak eljutunk oda, hogy mi lesz erre a megoldás? Hát alacsony adatsebességgel kell kommunikálni, úgyhogy ennek megfelelően 625-1250 bit per szekundum volt az az adatsebesség, amire ő képes volt rádióamatőr viszonylatban, illetve speciális esetben egészen 5 kilobit per szekundumig is elmerészkedett. Úgyhogy ezzel próbáltunk minél több adatot lehozni. Ugye összesen 1061 napot keringett, és valamivel több mint 100 megabájt adatot sikerült összesen letölteni róla, ami azért nem egy annyira rossz szám talán. Ő viszonylag egyszerűbb volt ugye nem csak adatsebességben, hanem moduláció tekintetében is. Ő is GFSK-t használt, mint ahogy azt az előző táblázatban is látható volt. Ugye ő UHF frekvencián működött, 437,345 MHz-en, úgyhogy ez még bőven az UHF-nek az amatőr tartománya, ahol ő dolgozott, és amúgy, ha már itt vagyunk, akkor a kommunikációs alrendszer az ez a nyák. Nem azért van ott, hogy elérje minden, hanem ez teljesen véletlenül sikerült így. Ugyanúgy teljesen redundáns, minden alrendszer, vagy minden egységből kettő van rajta, és azt hiszem a COM az nem volt kapcsolva rajta, de volt egy alrendszer, ami a Maszaton is kapcsolva lett, hát ez a csúnya sugárzás tud érdekes dolgokat csinálni a műholddal. És ha már itt vagyunk, akkor mondtam, hogy lesz szó a földi állomásról, a földi szegmensről is. Maszat műhold után akkor nézzük, hogy hogyan épült fel a Maszatnak a földi állomása. Ugye az a szép zsiráf ott a bal oldalon, az már viszonylag régi konstrukció, szerintem sokan még nem is láttátok közületek. Az volt, hát nem is tudom, hogy hány évvel ezelőttig az elsődleges antennája. Ebből is leginkább azt a baloldali négyes csoportot használtuk a Maszattal történő kommunikációra, ezek jagi antennák. Látszik, hogy hát igen, egy ilyen zokni szárítóra hasonlítna, lássuk be. Tehát, hogy nem tehet róla szerencsétlen, hogy így néz ki. És talán még annyi látszik, ha nem is azon, hogy így keresztben vannak rajta elemek. Tehát, hogy vannak elemek így is, meg vannak elemek így is rajta. Hát ez miért volt jó nekünk? Mondtam így a veszteségeknél, hogy van ilyen, hogy polarizációs veszteség. Ha mondjuk csak így lennének elemek,
És a műhold az pont úgy áll, akkor annak nagyon örülünk, de hát az a szerencsétlen műhold az nem pont úgy állt mindig, hanem forgott, és éppen ezért nagyon nagy amplitudó hullámzás lett volna benne egyfolytában. Éppen ezért itt tudtunk cirkuláris polarizációt létrehozni, ahol mindegy igazából, hogy hogyan áll a maszatnak az antennája, vagy hogyan állt, mindig ugyanakkor a jellel tudjuk venni, viszont fixen 3 decibelt vesztünk az egészből. Hát egy ilyen kompromisszumot kellett elkövetni. És akkor ez a rendszeret lecserélve a második ábrán láthatóra, ez már egy 4,5 méteres parabola, ami ott látható, csak nem nagy frekvencián használjuk, nem tudom, hogy nagy frekvencián, szóval gigahertzeken, hanem egy 400 MHz-es fej lett beletéve. Illetve volt, ugye ha már a maszaton minden redundáns, akkor a földi állomáson is illik redundánsnak lenni, éppen ezért volt még egy földi állomás, Dudás Levinél volt Érden, kicsit szerényebb antenna rendszerrel. De ez megint csak okozott meglepetéseket, mert volt olyan, amit azt tudott venni, de mi nem tudtunk venni a földi állomáson. Hát igen, ezek azok az egyéb zavarok, amivel Budapesten kell számolni, hogy itt viszonylag sok ember él, sok dolgot használ, míg Érdet kicsit jobb ebből a szempontból. Ugye ezekhez tartozik belső áramköri rész is. Ott látható bal oldalt kvázi a teljesítmény elektronika, a végfokok, és nagyjából minden azon a lemezen van elhelyezve, ami a blokkdiagramon is volt, a szűrő, a csatoló, stb. Illetve a rádiós modulációs egység, az a középső REC helység, vagy REC dobozban kapott helyet, onnan történt kezdetekben a vezérlés, ez később egy automatizált állomásra le lett cserélve. Hát igen, az első egy évben nagyjából úgy teltek a maszatosoknak a napjai, hogy be volt osztva, hogy ki melyik áthaladáson megy a földi állomásra, milyen parancsokat kell felküldeni, mikor fog felkelni a műhold, és nézni a spektrumot, és úgy hangolni a rádiót, hogy a Doppler miatt mindig tudjuk venni folyamatosan a maszatot. Hát ez eléggé kényes volt, vagy hát kényelmetlen, és ezért lett ez később automatizálva, jobb oldalt pedig Dudás Levinek ugyanúgy a redundáns állomása látható. Hát azért ennél vannak komolyabb állomások is, és mondtam, hogy ez a 300 decibel, ami csillapodik a Voyager-től, azt úgy valahogy vissza kell hozni. Hát mivel se tudnánk jobban visszahozni, mint egy ennek megfelelő méretű antennával. Ez a NASA-nak a Deep Space Network tagja, ez egy 70 méter átmérőjű parabolát. Igen, érezzük, hogy itt egy kicsit más nagyságrendekről van szó, mint hogy beforgatjuk a műhold felé otthon a kis antennánkat, és tök jól tudunk vele kommunikálni. És hát ebből biztos, ami biztos, leraktak 3-at is, hogy mindig lehessen linket teremteni a műholddal. Hát ahogy látjuk, hogy egy északi metszetből, ugye nagyjából, amennyire lehetőség volt, 3 helyre is letettek ilyen állomást, így kvázi állandóan le van fedve a teljes égbolt valamelyik állomása. Mind a 3-on található egy 70 méteres lavór, úgyhogy így itt a redundancia az így van nagyjából biztosítva. Hát erről is pár szót mondanék, hogy ha már ilyen decibelekbe annyira belementem az előbb. Ő X-sávon 73 decibel nyereséggel rendelkezik, amit, hogyha kicsit átszámolunk, és más kontextusba helyezünk, mondjuk neki a kimenő teljesítménye, ugye itt nem kell szerénykedni, itt paks, jó, hát nem, Madridban éppen nem paks van, de hogy itt mondjuk egy paks egy kicsit jobban rákapcsol, akkor igazából kilowattokkal is lökhetjük az RF-et. Na, ők ott X-sávon belerúgnak 20 kilowattot az antennába, ezért az úgy a maszatnak a 0,4 wattjához képest egy kicsit más nagyságrend, azt érezzük. És hát ebből kijön 116 decibel watt a főirányban, EIRP, azt mindjárt feloldom ezt az EIRP-t, ez az Effective Isotropic Radiated Power, ez azt mondja meg, hogy ha abba az irányba sugárzunk valamekkora teljesítménnyel, egy irányított antennával, azt mekkora olyan teljesítménnyel érnénk el, ahol az antenna minden irányba sugároz. Ezt kicsit nézzük meg így ilyen testközelébb helyzetből. Van nekünk egy izzónk, és nem rakunk köré semmit, csak így feltartjuk a levegőbe. Hát mondjuk nem valószínű, hogy olyan 10-20 méternél távolabb el fogunk látni, minden irányba sugároz tök fölöslegesen. Hát mit tudunk csinálni? Mögé rakunk valamilyen reflektáló felületet, és akkor már csak arra felé fog sugározni. Na és ez az arányszám, hogy ott mennyivel lett nagyobb a fény teljesítmény jelen esetben, azzal, hogy mögé raktuk a parabolát, ahhoz képest, mint hogyha nem raknánk, na ez az EIRP, hogy az izotróphoz képest, ami minden irányba sugároz, mennyivel több. És itt lesz szép a szám, ezt hát alig mertem megszámolni a nullákat, konkrétan ez 400 gigawatt főirányban. Tehát ahhoz, hogy
amikor a teljesítményt ő főirányban lesugároz ezzel, egy körsugárzó antennába 400 gigawattot kellene belepumpálnunk. Hát igen, itt azért vannak nagyságrendek, és úgy én is győztem megszámolni a nullákat, amíg ez kijött. És ugye tök egyszerű volt a felépítése a földi állomásnak is, hát ha már az előbb megmutattam a Voyager-ét, akkor nagy nehezen lekukáztam ezt is az internetről, ebbe még annyira se szeretnék belemenni, mint a Voyager-ébe. Úgy érezzük, hogy itt is van anyag, meg némi elképzelés. Amire itt eléggé rámentek, az a saját maga tesztelhetősége és kalibrálhatósága. Éppen ezért egy csomó olyan ilyen injektáló pont van benne, ahol saját magadnak adsz be jelet, és azzal kalibrálod ki saját magadat. Ugyanúgy szétválik az S-sáv és az X-sáv teljesen, úgy egy antennában van két különböző frekvenciájú fej, amit hát szétszednek egy ilyen úgynevezett dikóik reflektorral, ami azt tudja, hogy az egyik frekvencián átereszt, a másikon visszaver. Ez így tök egyszerűnek hangzik, ennél azért sajnos egy kicsit bonyolultabb a rendszer, de nagyjából, hogy milyen nagyságrendben kell elképzelni egy ilyen állomást, hát látjuk, hogy azért ebben van anyag. És hát, hogy kicsit talán így a jövőről is beszéljek, amiről nem volt szó, és mégiscsak műhold kommunikáció, ugyan bevallom, hogy egyáltalán nem az én területem, azok az optikai linkek, ami hát leginkább műhold között elterjedt, szat-szat kommunikációnál, mert hát ott nincsen légkör, ott igazából nincsen semmi, hát ezt így lehet így mondani, ott nem nagyon van, ami csillapítja a lézerjelet, és pont azért, hogy mondjuk ami műhold éppen nincsen felettünk, onnan tudjunk adatot letölteni, akkor hát nem azzal fogunk kapásból kommunikálni, hanem szólunk egy másik műholdnak, ő lekommunikálja a másik műholddal, és akit látunk, azon keresztül szeretnénk, vagy azon keresztül tudjuk az adatokat leszedni. Illetve ennek ellenére csak-csak elindult olyan fejlesztés, hogy mi lenne, ha a földi irányba is lézerrel próbálnánk meg kommunikálni. Hát ez talán annyira nem meglepő, de hogy ezt is a GPLS-ek, a NASA-sok csinálják, tehát hogy így valahogy élen járnak az ilyen kutatásoknál. 2022-ben terveznek indítani egy olyan műholdat, ami a föld felé optikai linket szeretne biztosítani. Ugye látjuk, hogy a rádiós paramétereknél ott úgy viszonylag korlátozottak a lehetőségek, tehát hogy messze van, nem tudunk sok adatot lehozni, úgy elértünk egy bizonyos határt, ahogy szintén Dudás Levi mondta, a fizikát nem lehet megbaszni. Ez sajnos eléggé igaz itt is, hát amilyen irányba mégis tudunk tovább fejlődni talán, az pont ez az optikai irány, ahol mondjuk 10-szeres, 100-szoros adatsebességet el lehet érni, akár műhold, akár egy műhold-föld összeköttetésben. Hát nyilván majd a meteorológusokra hallgatunk, és hát ha azt mondják, hogy nem lesz felhős az ég, és talán tudunk kommunikálni a műholddal, akkor ez talán össze is fog jönni. Úgyhogy én ezzel szeretném zárni az előadást, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen, és akkor szintén titeket kérdezlek, hogy van-e bárkinek esetleg kérdése? Oké. Szia, nézzel nekem, én nem igazán értek ez a területhez, és bár kifejezetten érdekes volt az előadásod, de egy javarész is sajnos nem tudtam felfogni. De hogy igazából engem az érdekelne, bár látom, hogy tettél erre figyelmet, de hogy mondjuk volt ez a nagy rádióteleszkóp, amit mutattál, hogy tehát, hogy akkor ezzel mondjuk az űrből jövő jeleket is ugyanúgy tudják fogni, mondjuk ilyen frekvenciát, vagy bármitől függetlenül, vagy hogy ez hogy néz ki, és például akkoraért van olyan műhold, amelyik kifejezetten arra van állítva mondjuk, hogy ilyen rádióteleszkóp az űrbe, mondjuk van annak értelme, hogy mondjuk nem a Földön fogják ezeket a jeleket? Mert esetleg, amit te is mondtad, ott sok szennyezés, vagy bármi hasonló érheti, és hogy esetleg van-e már ilyen, vagy kezdeményezés, vagy hasonló? Van ilyen, hát ahogy itt olvastam ezt az új optikás kutatást, itt nagyjából az is egy ilyen cél, hogyha mondjuk lenne egy olyan műhold, ami ugyanúgy lézeren beszél egy távoli eszközzel, akkor igazából ő elég jól el tudna juttatni addig az adatot lézerrel, amíg nincsen köztük semmi, és akkor az már a kvázi szokásos módon rádiófrekvenciás tartományban tudja azt a földre közvetíteni. Tehát, hogy ilyen szempontból van értelme szétszedni, megszeparálni, hogy valami csak űrös dolgokkal kommunikáljon, vagy csak az figyelje mondjuk egy műhold esetében, ami ugyanúgy kint van. Neked is érkezett online kérdés is, sőt kettő is. Az egyik az, hogy optikai linkek esetében létezik-e léghajó. Ezt én kiegészíteném, hogy mondjuk ballon. Például magas légköri ballon. Én nem tudok róla, persze ez nem azt jelenti, hogy nincsen. Nem tudom. Érdekes téma lenne, az biztos. És már egy ballonnál is ugye jóval kevesebb a légkör. Ugye
90-10 kilométeren hány százaléka található? 90 plusz százalék, tehát azért mi meg mondjuk 30 kilométerre megyünk, tehát ott azért már viszonylag kevesebb csillapítás lehetne. Nem rossz. Mondjuk ami kicsit ugye probléma, visszatérve a melléfordulási veszteségre, ugye itt azért optikánál pláne igaz a pointing loss, tehát hogy itt mondjuk van egy lézernyalábod, ami mondjuk pár ezer kilométeren kirajzol egy ekkora kört, hát azzal úgy viszonylag pontosan el kell találni mindkét oldalt szerintem, hogy összejöjjön, és a csőnek egyszerre nézetek bele ugyanabba a felébe. Mi most tegnap voltunk Brémeben a Space Expo-n, és ott volt egy müncheni cég, aki egyébként pont szatelitekre és ballonra is tervez optikai linket. Akkor van jövője. Illetve a másik kérdés, itt a GND kapcsán, csak nem tudom kezelni a saját telefonomat. Ugye itt mondtad, hogy Budapest és vidék között azért elég nagy különbségek vannak a jósági tekintetben, és hogy felmerült itt az egyik kolléga kapcsán, hogy például a céges GND-teket nem lenne egyszerűbb mondjuk vidékre kirakni, hogyha mondjuk úgyis ott van a lett fal tőletek 20 méterre. Pusztán rádiós megfontolásokból nyilván igen a válaszom, mert hát ki szeretné a fölösleges zajt, azzal még úgy érzem, hogy lesz szívásunk így is. Viszont azért kivitelezés, fejlesztés, karbantartás és egyéb ilyen okokból nem annyira egyszerű megoldani, hogyha mondjuk Mátrába kellene utazni minden egyes alkalommal, amikor valami nem működik. Oké, köszönöm szépen. Van-e még itt bárkinek bármi kérdése? Akkor ha nincsen, akkor én nagyon szépen szeretném megköszönni Levinek az előadást. Köszönöm a lehetőséget. Illetve te is megkapnád tőlünk az űrakadémia klubos kis szeretett csomagot. Ez semmi modellezős poén. Ne csináljuk belőle antennát, mondjuk. De! Jó! Úgyhogy a következő alkalomra én megkérném Leventét, hogy mutassa be, hogy boros üvegből hogyan tud jági antennát készíteni. Amúgy vicces, de vízből csinálnak. Tengervizet spriccelnek fel olyan magasra, hogy még nagyjából egyben maradjon a víz, és abban már vezettek rádióhullámot, úgyhogy ilyen már sajnos létezik. Rádióamatőrök. Köszönjük szépen nektek, hogy itt voltatok velünk, és főleg azoknak, akik most jártak először itt űrakadémia klubban, mi rendszeresen jelentkezünk különböző tematikájú előadással, igyekszünk egy nagyon széles spektrumban válogatni előadásokat, mint űrkutatás, mint pedig űrtechnológia területén. Úgyhogy ha még nem tettétek, akkor mindenképpen kövessétek a Facebookon az űrakadémia oldalát, és ott fogunk majd jelentkezni a következő előadásunk, ez már valószínűleg a következő egyetemi fél évnek a legelején lesz. Úgyhogy köszönjük szépen! Akinek van kedve, azt sok szeretettel meginvitálom így az előadás után egy kis kötetlen beszélgetésre. Hogyha Levi, meg Miki is tud esetleg csatlakozni, akkor az még szuperebb. Úgyhogy akkor köszönöm szépen mindenkinek a részvételt.